A mezőgazdaságban dolgozók jól tudják, hogy mindig vannak mélypontok, nehezebb időszakok, amelyet gyorsan válthat egy sikeres év. Ilyen hullámzó volt az elmúlt néhány esztendő is Magyarországon, kezdve a Covid okozta korlátozásokkal, amikor felértékelődött az önállátás a globális forgalommal szemben. Ezt követően a csapadékos időjárás bőtermést és jó értékesítési lehetőségeket hozott. 2021-ben a gazdálkodók bevétele az előző év sokszorosára nőtt, mondta az Agrárkamara vármegyei elnöke. Aztán 2022-ben megnőtt a műtrágya és az energia ára is, elkezdődött az orosz-ukrán háború, illetve az aszály is rengeteg nehézséget okozott a mezőgazdaságban. 2023-ban a kukorica, a napraforgó, a búza termőterületein és a gyümölcsösökben is igazán jó termés volt, viszont a gyümölcsöket leszámítva ezek a termények még mindig a termelőknél állnak. Ennek oka az ukrán gabona beáramlása és az értékesítési nehézség, amelyet a magyar gazdák már jóval hamarabb felismertek a többi európai országhoz képest. Korábban senki nem állt ki Magyarország véleménye mellett, miszerint az ukrán termények rossz hatással vannak a többi ország gazdáira, tette hozzá Rácz Imre. A problémát most már máshol is érzékelik, több Európai Uniós országban is gazdatüntetéseket szerveztek. Az elmúlt időszakban Záhonyban is volt 2 demonstráció, ahova az ország valamennyi részéről nagy számban érkeztek a gazdálkodók. A mezőgazdaságban dolgozók negatívan tekintenek a jövőre, ez látszik abból is, hogy egyre alacsonyabb mennyiségben vásárolnak vetőmagot, emelte ki a vármegyei elnök a szerdai közgyűlésen. A 23-as évben a kukoricából még soha nem volt termés átlagunk 9,2 tonna a megyeiben, és ezt elértük, és ezzel együtt az értékesítési problémák olyan gondot okoztak, hogy a nullára nem tudnak kijönni, és még szerencse, hogy az inputanyagok, a műtrágyára gondolva, ezek visszafelé indultak el, ahogy a pénztelenség hozta, hogy kereslet hiány keletkezett, és nyilván nem tudták értékesíteni, most visszamentek az árak oda a 21-es évnek a környékére, de hát amikor már kiürültek a zsebek, akkor nehéz egy újrakezdés, és most lelkileg kellene az embereket erősíteni, hogy mégiscsak próbáljuk meg és vessünk tavasszal, mert nagyon sokan azon gondolkodnak, hogy nem is vesznek vetőmagot, a vetőmag értékesítők már 30-40%-ot engednek az árakból, de így se kell, ez nagyon azt vetíti előre, hogy nincs pénze az embereknek megvenni a vetőmagot, és ez oda vezetett, hogy ősszel akkor nem lesz betakarítás se, és egy ilyen, mint a mi megyénk is, hogy a legnagyobb gazdálkodói létszámmal rendelkezik, ez súlyos problémákat okozhat. Minden térségnek megvan a maga mezőgazdasági növénye, az ebben dolgozó gazdálkodóknak közös összefogással el kellene érni, hogy különböző feldolgozókat építsenek, így készterméket tudnának piacra vinni, mondta Rácz Imre, aki úgy véli, a 2024-es évnek ez lenne az egyik fő feladata. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlésen elfogadták Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának TOP Plusz városfejlesztési programtervét is a 2027-ig tartó időszakra. Nyíregyháza TOP Plusz városfejlesztési programterve illeszkedik a vármegyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához. Philip Sándor, a Fidesz frakció tagja úgy nyilatkozott, olyan anyagot kapott a vármegyei közgyűlés, amely alapján tisztán látják, hogy merre halad Nyíregyháza fejlődése. Majd a közgyűlés elnöke is véleményezte a beadványt. Biztos vagyok benne, hogy olyan terv készült a tapasztalatok alapján, illetve a áttanulmányozott programterv alapján, amely Nyíregyháza megyei jogváros további fejlődését, hogy is mondjam, robbanásszerű fejlődését, amit utóbbi években tapasztaltunk, az további fejlődési pályán marad, és ilyen módon, ahogy elnök úr is mondta, meghatározza a vármegye arculatát és a vármegye székhelyének a fejlődése. Nem lehet elszakítottan kezelni egymástól a nagyvárosokat és a körülötte lévő településeket, amelyek ugyanúgy részt vesznek a nagyváros életében, mint a nagyváros lakói. Erről a Megyei Jogú Városok Szövetségének első idei közgyűlésén beszélt Navracsics Tibor miniszter, majd hozzátette, a megyei jogú városok kulcsfontosságú szereplői az új fejlesztéspolitikának. térségi kisugárzásuk alapján nem csak magáról a megyei jogú városról van szó, hanem a környező települések együtteséről is. Rámutatott, hogy a megyei jogú városok vezetői felelősek azért is, hogy a környező településeken milyen az élet, milyen könnyen tudnak bejutni a városba az emberek, vagy találják meg a számításaikat a városban vagy saját településeiken.